Na, akkor folytassuk. Jó kis beszélgetés, bár aki látta az első-második részt, mondjuk most csak az egyik profilon láthatja, És a de meg szünetből fogom. kimaradtak. És a szünetben jó dolgok, akkor már leállítottam. Ott a lényeget. És utána mi ez mind egy adhok beszélgetés, mind akkor úgy jött, ez nem olyan, hogy majd várjál, hadd mondjam újra, hadd olvassam a papírjaimat. Nem. Voltak viszont kérdéseitek, nézd meg, Gyors, hogy van-e olyan, ami lehet, hogy azért reflektálj majd. De lett írva. Lett írva, bizony. Én nem felejtettem. Igen. Hát te ezt el tudod olvasni? Mondtam, hogy melyikre gondolod. Csak az alsót. Többin túl vagyunk. A szellem egy értelmezhető test a lélek mellett. A szellem, hogy értelmezhető a test és lélek mellett a szellem? Hát ez szellem, lélek, holosztikus. Nem, hogy rendben én írtam. Akkor jó. Igen, mert az elején ugye beszéltél arról, hogy lélek, test, anyag, mindenről beszéltél, de az, hogy szellem, azt nem ejtettél ki azt a szót, csak azt, hogy szellemiség. És arra lennék kíváncsi, hogy a te értelmezésedben ez a dolog, hogy épült fel, és hogy miért hagytad ki a szellemet ebből az egész kis történetből. Hát azért, mert ugye a szellem az félreértelmezhető, és nagyon sokan félre is értelmezik. Tehát ami azt jelenti, hogy megnézed, mikor azt mondod, hogy szellem, akkor több dologra gondolhatnak az emberek. Tehát az egyik dolog például az, hogy hát az a szellem, az a lény, ami ilyen áttetsző, átlátszó, ilyen éppen, hogy látható valami szellemlény. Így van, kísértő szellem, így van. Tehát ugye ez a gond, és ugye az ember az három részből áll, lélek, test és elme. Elme. Na most a szellemiséghez kapcsolódik abban az értelemben, ahogy értelmezik ugye a szellem. De az a szellemiség, az a tudathoz kapcsolódik, ugye az elménk jobbik, tehát jobboldali feléhez, és az pedig ugye az a gondolkodást mutatja. Tehát amikor szellemről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy jó szellemű, tehát gondolkodó egyéről beszélünk. Tehát magyarul használja a lelkének a sugallatait. Tehát ugye ebben az értelmezésben a szellem az ezt jelenti, de ugye maga a lelkünk az egy szellem. Most mondok példát. Tehát sok ember lát olyan dolgokat, főleg éjszaka, hogy észlel valamilyen szellemlényt. Mondjuk a harmadik szemével látja, vagy érzékeli a szellemlényt. Maga az egy szellemlény, szó szerinti szellemlény. De az igazából tudod micsoda? Egy lélek, vagy egy itt lévő ember lelke, aki éppen alszik, és kilépett a testéből, vagy pedig egy elhalt embernek az itt maradt lelke. De a lélek maga egy szellemlény. Egy energialény, ugye beszéltünk erről, de mint energialény, egyben egy szellemlény. Tehát ezért ugye ilyen formában, mint szellem, mint megjelenő szellem, az külön nem választható az embertől, az nincs külön rész. Tehát ha úgy beszélünk arról, hogy bennem mi a szellemlény, akkor egyértelműen azt mondom, hogy a lélek. Benned mi a szellemlény? Maga a lélek. Ha szellemről beszélünk, akkor a gondolkodásomról beszélünk, a szellemiségemről beszélünk, mindenki. Ezért mondom, hogy ez keveredik, és én így nem úgy választom külön, hogy test, szellem, lélek, mert a szellem meg a lélek, mint szellemlény, az gyakorlatilag egy. A gondolkodást értjük szellemen, akkor az pedig az elménk jobb oldala. Bár amikor cselekszünk, akkor cselekedhetünk az elménk bal felével is,
de az az ösztönös cselekvést mutatja, az ösztönös működést mutatja, ott gondolkodás nincs, ott mindent megélt dolgok, tapasztalatok, vagy akár megtanult dolgok alapján teszünk, és nem gondolkodás alapján. Tehát most gondold végig, te megtanulsz valamit, és rossz helyen, rosszkor alkalmazod, az nem azt mutatja, hogy éppen adott pillanatban gondolkodtál. Érted? Tehát akkor mutatja valami azt, hogy gondolkodtál, hogyha utólag kiderül, hogy helyesen cselekedtél adott helyzetben, sőt, a leghelyesebben cselekedtél adott helyzetben. Ez pedig nem jelenti azt, hogy az ember mindig adott helyzetben helyesen cselekszik, mert nem mindig gondolkodik. Jó? Ja, úgyhogy az én tanításomban mindig a hármasság az nem a szellemi rész, hanem lélek, test és elme. És az elmének van két része, ami ugye szépen határozottan megkülönböztethető. Na most azért egy dolgot még vissza egy kicsit a jut eszembe, ugye vissza egy kicsit, hogy miért vagyunk itt? Még mindig beszélünk egy kicsit erről. Azért vagyunk, már mind nem itt ebben a bajban, hanem ebbe a testbe miért vagyunk. Itt ugye az a lényeg, hogy ebbe a testbe miért vagyunk. Nem azért, most nem arról akarok beszélni, hogy mert kiválasztottuk a családunkat, meg stb. Nem erről van szó. Hanem ugye arról van szó, hogy mit kell megtanulni. Tehát, hogy határozott különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Tehát határozott különbséget. Az azt jelenti, hogy bármilyen helyzetben határozott különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között. És ugye az van még ebben kapcsolatban, hogy képes legyél mindig minden helyzetben a legnagyobb jó érdekében cselekedni. A legnagyobb jó érdeke az ugye több szempont, tehát több szempont, de hogy erre képes legyél, ez 8 szempontot kell akkor figyelembe venni, mikor az ember a legnagyobb jó érdekében cselekszik. Tehát 8 szempontot. Ez a 8 szempont, ugye saját magad, tehát legnagyobb jó érdekében, saját magad érdekében, családod érdekében, akkor ki a családod, akivel együtt élsz. Tehát családod érdekében, valamilyen közösség érdekében, az emberiség érdekében, az élőlények érdekében, az élettelen dolgok érdekében, akkor a gondolkodás, a szellemiség, a lélek érdekében, és utána a teremtők, a mi teremtőink érdekében. Világos ez? Ez a 8 van összesen. Jó? És ha az ember úgy juthat oda föl, a fenti, vissza a fenti létformába, hogyha képes arra, hogy határozott különbséget tegyen a jó és rossz között, és képes arra, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. Na most, ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor ebben benne van az is, hogy megtanulta azt, hogy szeretetben feltétel nélkül együttműködjön egy másik olyan lényel, amelyik ugyanezt csinálja, hogy szeretetben képes feltétel nélkül együttműködni. Tehát mikor ugye az emberek azt gondolják, hogy hogy működjek én szeretetben, békében, boldogságban más emberi lényel együtt, hát gondold végig, hogyha ő is szeretetben, békében és boldogságban képes más lényel együttműködni, akkor azzal te is képes leszel szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Feltétel nélkül. Tehát hogy lehet olyat, hogy feltétel nélkül együttműködés? Hát hogyha a másik is feltétel nélkül együttműködésben akar működni vele, veled, akkor te is tudsz feltétel nélkül együttműködésben működni. És odafönt nincs olyan, hogy nem akar valaki feltétel nélküli együttműködésben együttműködni. Értitek? Tehát ezáltal oda nem juthatunk föl addig, míg ezekre nem vagyunk képesek. Ez a gubanca az egésznek.
Tehát ezért ugye a Föld történetében hát azok tudtak följutni egy élet során, akik bebizonyították, hogy erre képesek. És ezért van az, hogyha mondjuk netántán nem lenne itt aranykor, és innen ki kell menteni az embereket, ugye akkor azt csinálják, hogy viszik azokat az embereket, akik kimenthetők, arra a bolygóra, ahol már aranykor van. Fizikai testben, így van. Tehát fizikai testeddel együtt viszik el. Mivel ugye még nem tanultad meg azt, hogy úgy közlekedj kibejáróként a testedben, mint a fentiek. Az majd az aranykornak a feladata. Itt említsd már meg a korokat, hogy amit volt a szünetben aranykor. Említsd már meg, amit a szünetben, én már leálltunk, és itt egy jó kis beszélgetésben az aranykor, után miért jön ez a vaskor után miért jön aranykor. Ja igen, köszönöm szépen, jó. Feltétem, ez fontos. Jó, tehát ugye sok emberben, igen, sok emberben kétség merül fel ezzel az aranykor kérdésével, ugye. De ennek utána is tudtok nézni, bárki utána tud annak nézni, hogy következnek a korszakok egymás után. Tehát nincs ugrás a korszakokban, a korszakok mindig úgy következnek, hogy vaskor után aranykor, aranykor után ezüstkor, ezüstkor után bronzkor, és utána megint vaskor, utána megint aranykor. Tehát mindig, de nincs olyan, hogy mondjuk, tudom én, vaskor után ezüstkor lenne, vagy bronzkor lenne. Nincs ilyen. Tehát ez nincs, soha nem is volt. Mindig, mindenhol a történelem során, mindig így történt, hogy a vaskor után aranykor lesz. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs fokozatos átmenet az aranykorba, hanem átváltás van az aranykorba. A vaskornak olyan szintet kell elérni, hogy utána, és el is érik mindig a vaskorban az emberek, illetve a lények, mindig, hogy utána egyszerűen létrehozzák, tehát az aranykor nem magától jön létre, létrehozzák az aranykort. Tehát annyira megunják most idézőjelbe azt a fajta létformát, amiben élnek, annyira elegük van azzal a tele van a bugyruk is abban a korszakkal, érted, hogy egyszer létrehozzák az aranykort. Tehát ezért nincs ezüstkor, ezért nincs bronzkor a vaskor után. És ugye miért hívják vaskornak? Mert fekete, mert sötét, érted? Ugye, ha megnézed, a bronzkor az világosabb, az ezüstkor még világosabb, az arany az még világosabb. Az egy még világosabb korszak. És mindenütt így volt ez, hogy a vaskor után jött létre az aranykor. Tehát nincs olyan, hogy más forma jön létre. De az, hogy létrejöhessen az aranykor, ahhoz ugye a vaskornak olyan szintet kell elérnie, hogy az emberek vágyjanak egy jobbra. Most idézőjelbe a vágyszót természetesen, és jó értelemben értsük a vágyszót. Jó? De ez nem tétlen vágy, hanem aktív vágy. És ugye hogy működik ez? Tehát az emberek, most gondold végig, az aranykorban már képesek a feltétel nélküli együttműködésre. Na most azért, mert tényleg együtt fognak működni. Tehát ott gondold végig, ott nincs elnyomás. Tehát az aranykorban nincs elnyomás. Tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az ember képes legyen az aranykor feltételeinek megfelelnie, ez hogy lehet megtenni a feltétel nélküli együttműködést tudás nélkül? Lehetetlen. Nem lehet. Tehát, és ez nem az, hogy na most akkor majd felfejlődünk úgy magunktól arra szintre, majd mit tudom én mondjuk, kristály szerkezetévé válunk, és akkor már olyanok vagyunk, érted? És akkor megszűnik a, mit tudom én, a szén szerkezetünk, mert most ugye szén alapúak vagyunk. És akkor kristály alapúak leszünk, és akkor onnantól kezdve mindenki együtt fog működni. Jó, és akkor mi van a pszichopatákkal? Mi van a szociopatákkal? Tényleg ezekről is beszélj meg, milyen típusú emberek vannak.
Szoktál beszélni, de most itt ez egy más videó lesz, tehát ez olyan köriseg fogja hallani, aki esetleg téged nem hallott, mert az is fontos, hogy ezek a találkozókon azokhoz is eljusson egy-egy üzenet előadótól, amelyeket mondjuk ő nem hallja, de viszont általunk eljuttatjuk. És hogy én meg szeretem ezt torzításmentesen átadni, úgy, ahogy te azt elmondod, vagy aki itt ül és elmondja, és én meg itt mindig úgy kell ezt kezeljem, hogy a lényeg, hogy mondja. Tehát... Ha azt mondom nektek mondjuk, hogy Hippokratész, akkor mi jut eszedbe te? Eszetekbe erről a szeméről? Így van. Tehát ugye hippokratészi esküt tesznek az orvosok, amikor leteszik az orvosi esküt. Már nem. Már nem? Már az sem? Már két éve nem. Két éve nem? Atya úristen! Esküdj az algodóra. Esküdj szóba az algodóra. Nem az, hogy gyógyítasz? Nem, nekik nem úgy látszik. Ne okoz bajt, az aki ne esküdött bajt. Hát jó, de mi van a régi gyógyítókkal? Föloldották őket az hipokrétiszi eskütől, vagy hogy van? Elfelejtették. Még arra sem emlékeznek, Na képzeld el, mert először a Hippokratész foglalta ezt írásba. Az ember vérmérsékletét. Ugye ez, és ezt négyféle formában, tehát négy embertípusra osztotta a vérmérsékletünk szempontjából az embert. Már ő, Hippokratész, így van. Hippokratész. És ugye azóta rengeteg ember ezt megerősítette, illetve képzeljétek el, hogy ugye nézték ezt a világ több pontján, és ugyanarra a vérmérsékletre jutottak például a maják tanulmányozásánál, hogy a maják is ugyanezeket a vérmérsékleteket állapították meg, nekik mikor közük volt a Hippokratészhez, stb. És több nép ilyen neves népnél megállapították, hogy ugyanezekre a vérmérsékletekre jutottak, mint Hippokratész. De ugye ez a hippokratészi tanítások alapján működik, ez a fajta, amit mi tanultunk itt a nyugati társadalomban. Ez ugye ugye mondhatjuk, hogy a modern orvostudomány létrehozója a Hippokratész gyakorlatilag. És ugye mit jelent a vérmérséklet? Azt mondhatjuk azt, hogy egy szóval, hogy személyiségtípus. Tehát személyiségtípus. Tehát, hogy milyen személyiségtípusod van. Ugye négyféle személyiségtípus van. Kolerikus, szangvinikus, melankolikus és flegmatikus. És ugye nézzük akkor, hogy melyik. Jó? Kezdjük a bármelyikkel, mondjuk kezdjük a kolerikusra. A kolerikus az a vezető típus. Tehát a vezető típus. A szangvinikus az a beszédes típus. Tehát így röviden egy szóban. A flegmatikus az a békés típus. Jó, és a melankolikus az pedig az analizáló típus. Jó, tehát ez ugye bővebben nézzük meg. Tehát ez az azt jelenti, hogy ezeknek a személyiségtípusoknak a vérmérséklet, ugyan nedvek, tehát a bennünk elsősorban a vér általi nedvek határozzák meg, tehát hogy milyen temperamentumos valaki. Ugye a flegmatikus a legkevésbé temperamentumos, a szangvinikus pedig a leginkább temperamentumos. Tehát az azt jelenti, hogy ugye látjátok, hogy az emberek nem is egyformák. Egyik hevesebb, másik kevésbé, az egyik tüzesebb, a másik kevésbé. Érted? Tehát, és ugye nyilván ezeknek a kombinációja is működik az embereknél, mert tisztán senki nem szangvinikus, tisztán nem senki nem kolerikus, vagy flegmatikus, vagy melankolikus. Hanem ennek valamilyen szintű keveréke, de valamilyen jellemző erőssége van. Tehát ezáltal meg lehet nézni, meg lehet állapítani mindenkinél, hogy jellemzően melyik ebből a négy vérmérsékletből.
Na most ugye, ha már a kolerikussal kezdtem, akkor az mit jelent? Tehát a vezető típus az az, hogy erőteljes, végigviszi az akaratát, céltudatos. Az azt jelenti, hogy esetlegesen szeret parancsolgatni, pozitív gondolkodású. Elnézést. Tehát jellemzően ezt jelenti. Vannak negatív és pozitív tulajdonságai. Természetesen ez valami kis morzsa ment a torkomra most az előbb. Na, ezért lehet, nem kellett volna enni. Na szóval, ugye vannak jó tulajdonságai, minden típusnak van ugyanannyi mértékű jó tulajdonsága, ugyanannyi mértékű rossz tulajdonsága. Ugye a legrosszabb tulajdonsága a kolerikusnak az, hogy parancsolgató. Tehát parancsolgató. Ugye a legjobb tulajdonsága meg az, hogy minden helyzetben feltalálja magát. Az azt jelenti, hogy egy kolerikus személyiség, az mondhatjuk azt, hogy ő a született vezető, a többi meg a tanult vezető. Tehát a tanult vezető, ő pedig született vezető. Az nem azt jelenti, hogy jó vezető, most ne értsétek félre. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy jó vezető, mert egy parancsolgató vezető kinek jó? Senkinek. Jó? Tehát ugye ő az egyik pozitív, alapvetően pozitív gondolkodású személyiség. Akkor van egy másik pozitív gondolkodású, alapvetően pozitív gondolkodású személyiség, az a szangvinikus. A szangvinikus az, aki leginkább szeret szerepelni, leginkább szeret központba lenni, leginkább szeret kommunikálni, beszélni, heves vérmérsékletű. A szangvinikusoknak általában, mikor beszélnek, akkor jár kezük, és gesztikulálnak ők keményen. Jó, és ők a legpozitívabb gondolkodásúak az összes jegy közül. Ők azok a személyek, akik a társaság szíve lelke, gyakorlatilag nagyon szeretnek szervezni. Jó, de inkább beszélni szeretnek, mint dolgozni. Míg a kolerikus például munkamániás, a szangvinikus az meg inkább, ugye valaki szangvinikus, neki olyan foglalkozásra lenne szüksége, amelyben ugye sokat kommunikálhat, sokat beszélhet, azokat kifejezetten élvezik az olyan tevékenységeket. Azt szeretik, hogyha változatos a tevékenységük. Minél változatosabb, annál jobban szereti a szangvinikus. Ugye a kolerikusnak meg olyan foglalkozásra van szüksége, ahol embereket vezethet. Jó, tehát nyilván, hogyha megtanul jól vezetni. Akkor, tehát a szangvinikusnak ugye talán az a rossz tulajdonsága, hogy sokszor munka helyett is beszélni akar. Tehát, mit tudom én, van egy feladat, el kell végezni, és akkor azért nem végzett velem, mert közben mennyivel fontosabb dolga volt, hogy mondjuk beszélgessen emberekkel. Vagy éppen megfigyeljen valami szép dolgot, hogy hú, az nagyon szép, és akkor ugye elkezdi azt a szép dologgal foglalkozni, hogy az most milyen szép. Tehát ugye a szangvinikusoknak elég magas szintű az ilyen színes, és az igényük a színesre magas szintű, és a szépet azt szeretik. Jó, tehát, és a változatosságot természetesen az életükben. Jó, tehát akkor nézzük a harmadikat, mondjuk legyen a kolerikus párja a flegmatikus. A flegmatikus az a békés. Tehát ő egy olyan, aki mindig a békére törekszik, alapvetően sajnos nem pozitív gondolkodású, hanem alapvetően inkább a negatív részét nézi a dolgoknak, és hát egy olyan személy, aki béketűrő, nehéz kihozni a sodrából,
nem túl beszédes, de nagyon jó a humorérzéke, ami azt jelenti, hogy ha szól, akkor az ott pont talál, tehát ott kell szólnia. Tehát ő ritkán beszél, de akkor szól, amikor szólni kell. Ha kell, akkor ott éppen oda be tud iktatni egy poént, és mindenki hasát fogja. Szóval nagyon, nagyon jó a humorérzékük. Egyébként rengeteg olyan flegmatikus előadó van, aki ebbe a Comedy Center, ebben stand-up comedybe előadnak. Azoknak a jó része egyébként flegmatikus, mert nagyon jó humorúak. Olyanok, akik szívesen elhúzódnak a sarokba, és onnan szemlélik a dolgokat, akár közben is bóbiskolnak, mikor a többiek valamit csinálnak. Tehát nekik nagyon fontos a pihenés, tehát hogy kipihenjék magukat, és egyébként pedig nagyon jó emberek. Tehát ha mondhatnánk, hogy a négy közül kik a legjobb emberek, akkor azt mondanánk, hogy a flegmatikusok a legjobbak, mert mindig békére törekednek, és türelmesek, nem harciasak, nem kötözködőek, nem parancsolgatóak, tehát békés emberek. Tehát mondhatni, hogy a legjobb személyiségű emberek ebből a tekintetben. Vannak a melankolikusok, akik a precízek, akik az analizálók, akik mindennek utána néznek, próbálnak ugye mindennek a mélyére utána nézni, hogy mi lehet a mögött. És ugye a melankolikus szintén alapvetően negatív gondolkodású, tehát az azt jelenti, hogy a dolgoknak inkább a negatív oldalát néz, és nem a pozitívat, viszont ők a szangvinikusoknak a párjuk. Tehát a természetes párjuk a szangvinikusnak a melankolikus, és a melankolikusnak a szangvinikus. A melankolikusok azok a személyek, akik nagyon jó éles eszűek, tehát nagyon jó a gondolkodásuk, tehát okosak, nagyon okosak, és nagyon jó ötleteik tud lenni a melankolikusoknak, precízen mindent kidolgoznak, vagy igen, kidolgoznak, de ebből van egy hiba is, az, hogy sokszor túl precízek. Tehát túl precízek. Ugye az azt jelenti, hogy sokszor nem állnak neki valaminek, addig, míg mindennek nem járnak utána, vagy akár azt mondják, hogy hát amíg nem tudok mindent, addig nem csinálom. És ezzel kapcsolatban ugye ez a hibájuk, hogy már rég neki kellett volna állni annak a melankolikusnak valamit csinálni, de azért nem csinálja, mert még valami hiányzik ahhoz, hogy ő egyáltalán nekiálljon. Pedig ugye a melankolikus is, ha már nekiáll, akkor valamilyen szintű munkamániás tud lenni, ha minden a rendelkezésre áll. A melankolikusok azok a személyek, akik, most ha megnézzük, hogy ki hol helyezkedik el, hát nagyon sok tanár például melankolikus. Sőt, a tanárok jó része melankolikus, azokról beszélek, akik tanári szakmában dolgoznak. Tehát melankolikusok. Ez ugye részben jó, mert nagy tudásúak, részben viszont kevésbé, mert kicsit túlérzékeny a melankolikus jegy. Ami annyit jelent, hogy nagyon hamar megsértődnek a melankolikusok, nagyon hamar megbántódnak. Tehát mitől mi nem fogadnak szót a gyerekek, és akkor megsértődnek, megbántódnak. Jó, tehát, de a tanárok jó része az. Na most ez annyira nem baj, mert ugye a kolerikus tanárok nem lennének jók, mert kizárnák őket az iskolából. Mert a kolerikus tanár ugye miért nem lenne jó, mert fegyelmet tart. És manapság nem tarthat fegyelmet egy tanár. Nem tarthat. Azokat a tanárokat, akik fegyelmet tartanak, azt hamar elküldik. Szó szerint. Mert ugye régen a tanárok azok férfiak voltak, és kolerikusok. És szót is fogadtak a gyerekek, de ugye a melankolikusok azok nem erőteljesek. Ezáltal ugye a gyerekek nem fogadnak szót a melankolikus tanároknak. És ezért ugye
akár egy melankolikus tanár a gyerekek viselkedésétől még rohamot is tud kapni. Jó, tehát idegrohamot tud kapni. Tehát ugye egy érdekes dolog ez, tehát nagyon sok tanári pályán, akkor művészi pályán nagyon sok melankolikus van. Ugye az öltözködés a melankolikusnak nagyon precíz, megjelenése nagyon precíz. Például olyan, mikor, mit tudom én, mondjuk egy melankolikus férfi úszik a vízben, és mikor kijön a vízből, akkor olyan a haja, mint aki éppen most fésülködött. Erre már egyébként rájöttem, hogy hogy csinálják. Hát úgy csinálják, hogy azonnal, amint kibújik a vízből, már simítja a haját. Tehát a melankolikusnak nagyon fontos az, hogy ő hogy néz ki. Tehát neki tip-topnak kell lennie az öltözködésnek, és a, ugye az egész miskájának tip-topnak kell lenni. Tehát ugye a precizitásából, tehát a legprecízebb jegy ugye az a melankolikus. Hogy néz ki a szangvinikus? A szangvinikus a színes, ami azt jelenti, hogy színes, vidám színeket szeret, és ez megnyilvánul a magába az egy egész egyénbe, tehát nem csak a ruhájában nyilvánul meg, hanem a hajviseletében, stb. Tehát szereti az, mint például alapvetően az én nejem az szangvinikus, tehát alapvetően, és már volt neki lila haja is. Nem sokszor, de volt. Szóval lényeg az, hogy ugye a szangvinikus a szereti az élénk vidám színeket, a melankolikus pedig ugye ennek az ellentéte, tehát a párok, tehát a melankolikusnak a párja a szangvinikusnak a melankolikus, kiegészítik egymást. Pont úgy van, hogy a melankolikus pont ellentéte a szangvinikus pont ellentéte a melankolikusnak. Ezáltal ugye a párkapcsolatban ők találják meg leginkább egymást, ha valaki szangvinikus, vagy valaki melankolikus, akkor a legtöbb melankolikusnak szangvinikus párja van, a legtöbb szangvinikusnak meg melankolikus párja van. És mert pont ellen mi vonzotta őket egymáshoz? Pont a másság, pont az ellentétesség, pont az, hogy ami neki az erőssége, az pont nekem a gyengeségem. És ezáltal ugye nagyon jó, meg kiegészítik egymást, de ugye ebből van egy probléma is a pároknál, mind a kolerikus, meg a flegmatikussal van ugyanúgy, mint a szangvinikus, a melankolikussal. Jó, tehát ott az a természetes pár, ott a kolerikus, meg a flegmatikus, az ellentét pár. Jó, szóval az ellentéteknek van egy gondja is, az, hogy ugye, hát nem olyan, mint ő, hanem pont ellentéte. Ezáltal, hogy pont ellentétek az emberek egymásnak, hát sok mindent másként gondolnak. És ugye azáltal, hogy sok mindent másként gondolnak, hát sok mindenben nem értenek egyet. És ugye itt kell áthidalni a dolgokat, hogy ugye azt nézni, hogy kinek inkább az az erőssége, és akinek az erőssége, az hozza azt a döntést, ami annak az erőssége, mert abban, ami az embernek az erőssége, abban ugye könnyebben tud dönteni nyilvánvalóan, és a másik nagyobb arányban hibázik. Jó, tehát lényeg, hogy menjünk vissza egy kicsit, milyen az öltözködése egy flegmatikusnak, tehát ő hogy néz ki? Tehát ő nem nagyon foglalkozik az öltözködéssel. Fölvesz az, amit talál, a frizurájával se van nagyon foglalkozik, tehát őnek így gyakorlatilag mindegy, hogy mi a megjelenése. Egyébként a melankolikusról milyen színt szeret? Hát nem szereti az élénk színeket, hanem nem is konzervatív az öltözködése, hanem nagyon rendben van, és mondjuk az ilyen világosabb barna, ilyen közép barna, az neki már vidám szín. Jó? Az egy melankolikusnak vidám szín. Jó?
Tehát hajlamosok arra, hogy akár, tudom én, mondjuk fekete ruhába legyenek. De nagyon jól rendben vannak, harmonizál az alsó a felsővel, tehát ez semmi gond nincs. A ridikül, a cipő, minden harmonizál, ugye a melankolikusnál ez számít. Ugye a szangvinikus, azt mondtam, hogy színes, minél színesebb valami, annál jobban tetszik neki. Mondhatnánk, hogy kicsit olyan, mint a szarka. Valami csillog, akkor az neki kell, tudod? Tehát meglát egy, mit tudom, egy csillogó tollat, és azt avval írhat, akkor valahogy elfelejti visszaadni. Tehát ugye szereti az ilyen színeket. Milyen a flegmatikus, ugye erről mondtam, hogy annak mindegy. Az a lényeg, hogy valamit fölvesz, aztán ott van, kész, ennyi. Majd valahogy el leszek, ott elnézelődök, ugye ez a flegmatikusnak a működése. Ugye a legrosszabb tulajdonsága a flegmatikusnak az, hogy lusta tud lenni. Jó, akkor nézzük a kolerikusnak. Kolerikusnak milyen az öltözéke? Konzervatív. Jó, tehát például ez egy kolerikus öltözék, amit most mutatok. Jó, tehát ez konzervatív öltözés. Az azt jelenti, hogy ugye nem szereti, tehát nem követi például a divatot, hanem a konzervatív működést, konzervatív öltözködést. Tehát közel nincs olyan precíz, mint mondjuk egy melankolikus, de nem is olyan hanyag, mint egy flegmatikus. De az biztos, hogy a kolerikusról látni, hogyha bejön mondjuk egy helyiségbe, akkor hogy ő bejött. Ami azt jelenti, hogy valamilyen formában tuti, hogy észreveszik az emberek, ha más nem, úgy, hogy ráköszön mindenkire. Jó, hangosan. Tehát ugye, ha megnézzük a hangokat, hogy mit hallatnak magukból. Ugye csendes a melankolikus, csendes a flegmatikus, és viszonylag, főleg a melankolikus viszonylag halkbeszédű. Megnézzük az ellentétét, kolerikus, szangvinikus, az meg mind hangos. A kommunikációk hangos. A flegmatik, vagy a szangvinikus is, meg a kolerikus is hangosan beszél. De miről beszélnek? A kolerikus az főleg arról beszél, ami érdekli. Tehát ami érdekli. Ami nem érdekli, arról nem beszél. Akkor az hallgat. Miről beszél a szangvinikus? Mindenről. Mindenről. Főznek egy témát, bármiről tud beszélni. Így van. Miről beszél egy melankolikus? Az olyan dolgokról, amire így lehet merülni. Nem csak úgy felületesen érintjük a dolgot, amiben vannak érzelmek, amiben bele lehet merülni. Arról beszél szívesen. Ugye a flegmatikus miről beszél szívesen? Semmiről. Hát az azt jelenti, hogy a legjobb hallgatóság, ami létezik, a flegmatikus. Tehát annál jobb hallgatóság nem létezik. A szívesen hallgat, és mint mondtam, akkor szól, amikor annak ott a helye. És akkor szól, amikor esetleg valami poént mondhat arra a dologra. Tehát az azt jelenti, hogy ugye megnézed akár kommunikációban is, mint más. Ugye milyen tevékenység való, mondjuk egy beszéltem arról, hogy kolerikusról mi való, beszéltem arról, hogy mi való mind a háromnak, de a flegmatikusnak nem mondta. Tehát valami, például a legkiválóbb, mondjuk bírók, a flegmatikusok, a legkiválóbb bírók. Tehát az olyan tevékenység való a flegmatikusnak, ahol nem kell magát halálra dolgozni, a békésen eldolgozhat. Érted? Békésen, nyugodtan, azt nem szereti a piszkálják, nem szereti a cseszegetik, érted? Nem szereti a nógatják, hogy csináld már. Ő a saját tempójában csinálja a dolgot. Rendkívül makacs a flegmatikus, az a legmakacsabb jegy, ami azt jelenti, hogy ha valamire rávette a fejét, a jó Istenre se tudja senki kiverni a fejéből azt a dolgot. Ez lehet egy cél is, akkor a cél érdekében halad előre, de lényeg az, hogy az összes közül a legmakacsabb. De olyan, hogy nála van egy utolsó csepp.
Tehát telik-telik a pohár, nem szól egy szót se, látszólag semmi baja, tűr, úgyhogy nem is látszik rajta, hogy tűr, és egyszer csak becsokkal, egyik pillanatra a másikra. Tehát fogja, és betelt a pohár, és ott hagy csapott papot. Ott hagyja a munkahelyét, vagy ott hagyja a párját, simán a flegmatikus megcsinálja ezt. Tehát ami azt jelenti, hogy ő az a típus, aki nagyon-nagyon békés, sokáig, nagyon sokáig, és egyszer csak betelik a pohár, és ott hagy mindent. Jó, tehát ugye a legkitartóbb, hogyha belekezd, az a melankolikus. Az a legkitartóbb. Tehát akkor az csinálja, csinálja, addig, míg meg nem csinálta, csak neki belekezdési problémája van, azért, mert ugye, mint elmondtam, neki elő kell állítani minden olyan dolgot, vagy előállít minden olyan dolgot, na, hogy most már akkor belefoghatok. És akkor elkezdi. És addig nem hagyja abba, míg nem fejezi be. Jó, a szangvinikus az azért nem kitartó, mert elviszi mindig a figyelmét valami. Tehát jön egy új dolog, és már el is vitte a figyelmet. Jön valami változás, és már arra figyel, arra a változásra, és nem azt, amit csinálni kellene. Tehát ő figyelme leginkább elmegy. A kolerikus akkor kitartó, hogyha az a célját, tehát a legcéltudatosabb ugye a kolerikus, hogyha az a célját segíti elő, akkor abban a dologban kitartó, és végigcsinálja azt, amit csinálni kell. Jó, tehát ezek a vérmérsékletek valamilyen formában mindenkiben benne vannak. Van, amiben ugye erősebben, van, amiben kevésbé. Én alapvetően kolerikus vagyok, és az összes egyéb jegy a legutolsó vizsgálatom alapján jóval kevesebb, mint a kolerikus önmagába. A második legerősebb jegyem az a szangvinikus, de messze, mondom, a három együtt az kevesebb, mint a kolerikus egyedül. Jó, tehát ugye mindenkinek, tehát mikor ugye én ezt tanítom, ezt a vérmérsékletet, nem is tudom, azt hiszem két hónap volt a legutoljára, akkor előállítunk mindenkinek egy tesztet. Tehát van egy teszt, amiben megállapíthatja, hogy milyen a pontos vérmérséklete, hogy milyen arányban vesz részt a vérmérsékletében a szangvinikus, a kolerikus, a flegmatikus, illetve a melankolikus. És ez azt jelenti, hogy ugye ezt jobban átlátják akkor az emberek. És akkor de tényleg úgy van, hogyha azt tesztet megcsinálják, akkor abból pontosan megállapítható, hogy milyen arányban vesz ez részt. Mire jó ez? Könnyebben bánik az ember másokkal. Illetve te meg tudod állapítani, hogy másnak milyen a vérmérséklete, és ezáltal könnyebben tudsz vele bánni avval az illetővel. Tehát, mert ugye másként kell velük bánni. Hogy kell bánni egy kolerikussal határozottan? Hogy kell bánni egy flegmatikussal? Hát a flegmatikussal visszafogottan, ilyen óvatosan. Hogy kell bánni a melankolikussal? Érzékien, tehát érzelmeket figyelembe véve. Hogy kell bánni egy szangvinikussal? Lelkesen. Érted? Tehát mindegyikkel másként kell bánni. És ezáltal, hogyha az ember ismeri ezeket a vérmérsékleteket, akkor másként tud vele bánni, és honnan lehet megállapítani. És gondold vele, beszéltünk mondjuk az öltözködésről. Meglátsz valakit, már az öltözködéséről meg tudod állapítani, úgy nagyjából, hogy melyik jellemző személyiség típusba tartozik. Persze ugye tehát a hangulatunk, az befolyásolja a kifelé való megjelenést. Tehát ha például mondjuk egy kolerikus bánatos, akkor átmegy flegmatikusba. Ha mondjuk egy szangvinikus bánatos, akkor átmegy melankolikusba. Értitek? Tehát az azt jelenti, hogy fölveszi azt a jegyet, ami az ellentéte. Jellemzően. Jó? Tehát ha az ember ezeket a vérmérsékleteket ismeri, akkor az emberekkel könnyebben tud bánni. És azt is ismeri, hogy hogyan működnek a hangulatok, és hogyan befolyásolja az életünket a hangulatunk,
akkor ugye még inkább ez össze tud állni ez a kérdés, és az ember még jobban tud az emberekkel akkor bánni. Jó, így röviden a 2 hónapot összezömítettem. Ja? Ugye nálunk 30 óra egy hónap. Igen? Kérdés. Ha nincs kérdés, megyünk haza. Akkor én mondom neked, akkor annyi mindenről beszéltünk, akkor nézzük meg, mert te is sokat beszélsz, hogy mi a most megyünk inkább a szűk köreinket a magyarságnak a feladat. Mi az, ami szerinted nagyon javasolt irány, hogy a magyarok végre saját magukra találjanak, illetve ne a félelem legyen bennük, ami a motiváció, hanem az a, ami az igazi, az önvalójuk. Tehát az életfeladatukat hogy fogják megtalálni, és mi lehet az életfeladatuk? Szerinted. A mai világban miből kivezethetjük? Hát ugye van egy nagyon nagy probléma a mai világunkkal. Ugye az a probléma, hogy ennyi negatív hatást nem nyomtak az emberekre, mint mostanában. Tehát soha. Ha megnézed, ebből az ideális, az a 70-től 2000-ig volt. Tehát 70-től 2000-ig mondhatnánk, hogy egy sokkal, de sokkal jobb világban éltünk, és 2001-től ugye a tornyok lerobbantásától, tehát nem leomlásától, lerobbantásától, onnantól viszont ugye eléggé gázos kezdett lenni ez, a, ez az új világ, ez a 2000-rel, illetve 2001-jel kezdődött új világ. Mert ugye 2001. szeptember 11-én volt ez a ominózus dolog, és onnantól kezdtek el bevezetni mindenféle szankciókat az emberek személyisége jogai ellen. És hát lényeg az, hogy azóta folyamatosan egyre rosszabb a helyzet, ha megnézed, mennyi riogatás volt, mit tudom én, H1N1 vírus, meg madárinfluenza, meg volt itt mindenféle, volt a válságunk 2008-tól, emlékeztek, tehát volt itt minden. És hát ugye a 2020-tól meg aztán fejünkre öntötték a szart, szó szerint. És azóta meg aztán annyi minden probléma van, hogy valami hihetetlen, ha megnézitek. És ez a legnagyobb probléma. Tehát ez ellen egy ember mit tehet? Tehát ez ellen ugye a legjobb megoldás, benne lenni egy olyan közösségben, amiben minden többet benne tud lenni. Érted? Tehát így van. Minél jobban kivonni magát az embernek abból a... Hát megint csak ezt mondom, szarból, ami a világ létrehoz. Érted? Tehát bekerülni, tehát hogy ne húzzon le maga az egész probléma, amit a világban rányomnak. Mondhatod te azt, hogy hát de te nem nézel tévét, nem hallgatsz rádiót, nem olvasol híreket, nem nézed a Facebookon a híreket, mondhatod ezt. De akkor is jön a szomszéd és mesél neki a hülyeségekről, mesél neked. Vagy jön a, ez az amaz, kollégád, akárki, és ontja rád a hülyeségeit, érted? Vagy a világ hülyeségeit, most mindegy. Tehát így is, úgy is fogsz találkozni, mivel kommunikálsz emberekkel, fogsz találkozni a negativitással. Nagyon nagy mértékű negativitással. És ez a legnagyobb probléma most itt a bolygón, illetve itt, ahol mi élünk, hát a negativitás. Tehát olyan mértékű negativitást nyomnak rá az emberekre, ami soha nem volt, megközelítően se volt. Tehát, ha megnézitek, mint tudom én, azt az időszakot, amikor ugye körülnézek itt korosztályban, hát az én generációmat látom úgy jellemzően, ha visszaemlékeztek a szocializmusra, hát százszor jobb hangulatúak voltak az emberek, de az öregek is, nem csak a fiatalok. Jó, tehát az olyan korúak, mint a mi korosztályunk, azok lényegesen jobb hangulatúak voltak, mint most a mi korosztályunk. Tehát lényegesen. Tehát akkor. Tehát egy folyamatos romlás lett a hangulatban, és most
2000-től meg beütött a ménkű, 2020-tól meg még inkább, és még lerontották az emberek hangulatát. Na most itt nincs más megoldás, csak az ember olyan hangulattal veszi körül magát, ahol emelnek rajta. Értitek? Tehát a hangulatodon emelnek. Ez a kulcskérdés. És minél kevesebbet olyan hangulatban lenni, ahol ennek az ellentéte van. Ahol hatnak rád a kollégák, ahol hatnak rád a szomszédok, vagy a rokonaid, érted? Akik rád terhelik a problémáikat, érted? És tehát az ember, tehát egy normális ember az nem pszichopata, érted? Tehát mit jelent a pszichopata? Ugye azt jelenti, hogy nincs bennük lelkiismeretfurdalás, szégyenérzet, megbánás, szánalom, érted? Nincs az, sajnálat nincs bennük. Tehát nincs bennük emberi érzés, érted? Mert ezek emberi érzések. Ami azt jelenti, hogy akiben van emberi érzés, arra nagy mértékben hat a külvilágnak a gondja, baja. Érted? De ezt ugye mi tudja ellensúlyozni? Egy olyan közösség, ahol nem a problémákról beszélnek, hanem a megoldásokról. Érted? Vagy ha problémáról beszélnek, akkor csak abból a szempontból beszélnek róla, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Világos ez? És hogyan hidaljuk át ezeket a fejleményeket, amik itt vannak a világban. Na most, tehát ezt úgy hívják, hogy ellensúlyozás. Tehát itt tolnak téged lefele, nyomnak téged lefele, hogy minél rosszabb állapotban legyél, neked meg emelni kell magadat, hogy minél jobb állapotban legyél. Na most ez egyedül nem megy, hogy az ember emelje magát, ezt vedd észre, ez nem működik. Tehát azok, akik nem járnak be egy pozitív közösségbe, azoktól ne várd azt, hogy emelkedik a hangulatuk. Nem fog. Nem fog, nem tud. Érted? Nem tud emelkedni. Nincs, ami fölemelje. Tehát az ember a csótány után a legalkalmazkodóbb lény. Utánunk jön a patkány. Nem vicc. Komolyan, ez meg van állapítva. Így van. Így van. Tehát a patkány az kevésbé alkalmazkodó, mint mi vagyunk, emberek. Most gondold végig, ha egy ilyen alkalmazkodó lények vagyunk, hát hozzá alkalmazkodunk ez a negativitáshoz. És ugyanolyan negatívak leszünk, mint a környezet. Érted? Ez van. És ez mit lehet? Hogy lehet ellensúlyozni? Egy pozitív környezettel. Világos ez? És ha az ember nem jár pozitív környezetbe, akkor mivel fogja kompenzálni ezt? Semmivel. Semmivel. Azzal, hogy ülök otthon, és nézem a internetet, vagy nézem a tévét, az nem fog előidézni hangulatjavítást. Az legfeljebb mondjuk nézel valami vidám dolgot, és jókat nevetsz rajta, addig jó hangulatba leszel, míg nézed. Aztán utána már nem is, mert átszokat az a rengeteg probléma, amivel az ember találkozik. Tehát első a hangulat. Második az, hogy minél kevesebb problémát hozzunk létre az életünkbe. Mi saját magunk. Tehát mi saját magunk. Ahhoz, hogy minél kevesebb problémát hozzunk létre, az azt jelenti, minél több tudással kell rendelkezni. Minél több megértéssel kell rendelkezni. Mert a tudás alapja az a megértés. Tehát, hogy megértjük, hogy azt miért kell úgy csinálni, vagy miért kell úgy tenni, és akkor akarjuk azt tudni. Jó? Tehát ez a következő, hogy az ember figyeljen arra, hogy lehetőleg minél több megértése legyen, nem az, hogy hát de ez a dolog miért velem kellett, hogy megtörténjen. Hát ez nem megértés. Ez köze nincs ahhoz. Oké? Okay? Ezért hoztam létre ezt a dolgot. Így van. És az most már 2 éve így megy, nem? Így van. Na most gondoljátok végig, hát tehát, hogy egy embernek nagyon fontos, hogy úgy cselekedjen, hogy ne okozzon magának problémát, vagy a környezetének. Vagy nem? Érted? Gondold végig, minden probléma, ami számodra még nem nyújt megoldást, tehát nincs megoldásod rá, nehogy azt mondd, hogy emel. Majd akkor fog emelni, ha van rá megoldásod. Érted? Tehát minden probléma az embert húzza lefele.
Tehát húzza lefele. Tehát ezért létszükségletünk, hogy olyan, ne problémát okozzunk, érted? Főleg magunknak, de másoknak sem, az meg ártó tett. Tehát az is ártó tett, hogyha magunknak okozunk problémát. Tehát egyszerűen úgy kell cselekedni az életben, hogy az ember csinál valamit, és azzal ne legyen probléma. Érted? Ne jöjjön létre belőle egy probléma. Tehát most az emberek mit csinálnak? Jön, kap egy problémát, erre fogja, és nekiáll annak a problémának tudás nélkül, és létrehoz még egy problémát. És már nem egy problémája van, hanem kettő. Hát ezt csinálják az emberek. Hát tudatlanul nekiállni egy problémát megoldani, az még nagyobb problémát hoz létre. Mondok példát, jó? Értsük. Hány olyan ember van, akinek az a megoldása a hitelére, hogy fölvesz egy másik hitelt? Érted? Ami azt jelenti, hogy a problémát nem kezeli, hanem a problémát rosszul kezeli, és létrehoz egy még nagyobb problémát. Érted? Vagy akár két problémát, mert nem egy hitelt fizet, hanem kettőt. Érted? Tehát abszurdum. Tehát az életben van egy alapszabály, hogy nincs, hogy valamire nincs megoldás. Mindenre van megoldás, csak tudáshiány van. Ez egy alap. Te soha nem kapsz olyan problémát az életben, amit ne tudnál megoldani. És senki nem kap olyan problémát. Tehát ezáltal, ki is mondtam, kapjuk a problémát. Oké? Okay? Tehát nem kapsz olyan problémát. Ráadásul minden problémádat elmondtam. Bevállaltad, mielőtt leszülettél. Opa. És addig kapsz olyan jellegű problémát, ameddig nem tanulod meg annak a megoldását. Sőt, ha nem jól kezeled, akkor kis nehezítéssel kapod mindig azokat a problémákat. És akkor egyre nehezebb megoldani, mert egyre nagyobbá válik az a probléma, amit meg kell oldani. Tehát mondok egy példát. Hány olyan embert ismersz, aki elvált? Aha. És ha nem tanulja meg, hogy kell a párjával bánni, akkor kap egy másik párt, amivel még nehezebb dolga lesz. És akkor utána attól is elválik, mert nem tudja megoldani, és akkor kap egy harmadikat, akivel még nehezebb dolga lesz, érted? De a közben megtanulta volna az első után akár az, hogy hogy kell bánni ugye az ellenkező nemmel, akkor onnantól kezdve nem kellene második, harmadik, akár hanyadik pár. Érted? Mert simán kezeli a másodikat. Érted? Mert az elsőt nem tudta. És ez mindenre igaz, hogyha egyszerűen nem tanuljuk meg, akkor kisebb nehezítéssel kapunk hasonló problémát. És addig még nem tanuljuk meg. Tehát most gondoljátok végig, mi azért vagyunk itt, amit elmondtam, hogy képesek legyünk nagymértékű és határozott különbséget tenni a jó és a rossz különböző fokozata között is. Tehát, hogy képesek legyünk erre, és arra is képesek legyünk, hogy hogyan, tehát, hogy minél inkább a legnagyobb jó érdekében cselekedjünk. Tehát gondoljátok végig, az is egy ártó tett, hogyha van két jó cselekedet, amit megtehetnél. És akkor most melyiket csináljon, melyik jó cselekedetet? És akkor fogod a kisebbik jót teszed. Még ez is ártó tett. Ha nem a nagyobbik jót választod, amit cselekedhetnél. Világos ez? Még ez is ártó tett. És még ez sem pozitívan van elbírálva. Na erre varj gombot. Mert eléd tették a jó cselekedeteket, és vajon melyiket választod? És te valamilyen oknál fogva a rossz, a kisebbik jót választod, érted? És azt mondták, hogy ez nem jó választás. Ez rossz választás. Akkor nehezítsünk neked egy kicsit. Oké? Okay? Tehát ez nagyon... Tehát az élet az nem játék. De... Játékosan kell élni.
Tehát nem játék az élet, de játékosan kell élni. Tehát minél játékosabban éled az életedet, nyilván annál jobb. Hát gondold végig, egy olyan gyerek, amelyik játékosság hangulatában van, az egy hangulat a játékosság. Biztos, hogy láttatok ilyet, nem? Tudod, hogy tud tanulni? Így. Így tud tanulni. Egy olyan gyerek, amelyik így ül az órákon, azt tudod, hogy tanul? Sehogy. Sehogy. Érted? Most gondold végig, ha az ember játékosan éli az életét, ugyanez. Hogy tud elsajátítani dolgokat? Így. Ha az ember depressziós, hogy tud elsajátítani dolgokat? Sehogy. Sehogy. Egy depressziós ember, mondhatsz bármit neki, olyan, mint a falra hát borsul, érted? Semmi értelme. Tehát a fal hamarabb megérti, mint ő. Érted? Tehát ezért nagyon fontos az, hogy milyen hangulatban vagyunk, és az ember ne okozzon magának, másoknak, ugye miért baj, ha másoknak okozunk problémát? Visszakapjuk. Ha nem tőle, mástól. Oké? Okay? Ezt visszakapjuk, kegyetlenül visszakapjuk. Ezáltal ugye az embernek ezt tudni kell. Még akkor is probléma, ha nem szándékosan okozunk másoknak kárt. Az nem mentesítő körülmény, a nem tudás. Sajnos. Jó? Mert miért vagyunk itt? Hát, hogy megéljünk mindent rövid időn belül. Hogy rengeteg problémát megéljünk ez alatt az átlag, mit tudom én, 80 év alatt. Érted? És nem azért vagyunk itt, hogy kikerüljük a problémákat. Nem ezért vagyunk. Hanem mert a problémák megoldásából tudunk tanulni. A legtöbbet. Tudjátok, milyen jó dolog az, mikor megéltél egy problémát, és megoldottad, és utána találkozol egy olyan emberrel, akinek hasonló problémája van, és simán tudsz neki tanácsot adni. És utána fogja annak a tanácsnak alapján, megoldja ő is azt a problémáját. Tudod, milyen jó dolog ez? Ez olyan jó érzés, hihetetlen jó érzés. Mikor tudtál valakinek segíteni. Nem az a segítség, hogy mit tudom én, azt kéri, hogy gyere, ezt rakjuk arrébb. Hogy gyere, mit tudom én, költözök, az gyere segíteni, pakolni. Nem az a segítség. Hanem mikor olyan tudást adsz valakinek, ami által megoldja az életét. Érted? Jó? Na, úgyhogy ennyi, ha nézzük a következő kérdést, ha van ilyen. Na? Mi a kérdés? Beszélj arról akkor, miután... Azt hittem az a kérdés, mikor megyünk haza. Ez fuszáj. Nagyon sok tanítványot keres engem, hogy álljunk be közéd, tehát mögéd, illetve melléd, meg tanítványod legyen. Én mindig elmondom a magam dolgait, és itt üzenem, hogy én maximálisan figyellem a te tanításaidat, hisz különben nem is ülhetné most itt, mert akire én nem becsülök, vagy én nem tartok olyannak, aki ide ülök, és én leülök mellé, azon nincs értelme beszélgetnem se. Tehát miután szeretném minden tanítványnak üzenni, hogy én nem azért nem vagyok a tanítványod, mert nem értem meg rá, meg azért, mert nem akarok, hanem azért, mert ugyanazt az utat járjuk, másképpen, de egy célért. Viszont maximálisan elfogadom azt, amit te képviselsz, mert te szeretnéd átadni azokat az ismereteket, helyek közel több-kevesebb sikerre, de ez már nem a te problémád, hanem kérdés, hogy mit tud ebből kibontani. Mert ez a legnagyobb probléma, ha valaki részt vesz valamibe, és igazából azt hiszi, hogy ő már túl van és nem figyeli, és már rég túlhaladott minden, és már azt hiszi, hogy tudja, közben meg csak egyet néz, mennyi ideje van ott. Én azt üzenem minden tanítványodnak,
hogy én tényleg nagyon szeretettel foglak máskor is várni, meg mindig is ellátogatnánk hozzátok, hogy ne úgy nézzetek engem, hogy én tanítványként mikor megyek, hanem úgy, hogy egy igazi barátként ülök melletted, akinek elismerem a teljes tudását. És azt hiszem, ez a legnagyobb elismerés mindig. Mert én nem vagyok hízelgő, nem vagyok kéznyaló, viszont mindig megmondom mindenkinek, amit gondolok. Viszont egy dolgot mindenkire bevezetek. Én itt csöndbe hallgatok. És nem azért vagyok csöndben, mert nem tudnék mit mondani, hanem azért, mert az alatt figyelek. Ha mindig azt keresném magamba, na, hogy mibe kössek bele, meg mit tudok én jobban, akkor én semmit nem értenék meg semmiből, és én ezt üzenem minden tanítványodnak, hogy amikor beszélgetünk, ne azt nézd, hogy mikor vagyok tanítványom, azt, hogy miről beszélünk, és mint láttuk az előző részben, óriási egyességet találtunk abban, megtaláltunk mi egy megoldást egy fél óra alatt. Ez volt az Attila ügy. És beszélte arról, hogy mi vezetett téged oda, hogy megcsináld ezt a képzésedet, hogy legyenek tanítványaid, és én kívánom mindegyiknek, hogy jusson el arra a szintre, hogy megértsen téged. Mert az a legnagyobb tanítás, ha a tanító lehet megérti. Nem kell tudja ugyanazt, de érteni kell. Aztán, hogy ő mennyit tud átadni, ez már egy személyiségi kérdés. Amiről pont azért kértem, hogy beszélj róla. Jó? Tehát üzenem mindenkinek, hogy nem tanítvány leszek, hanem tisztelője és barátja. Jó? Tehát még egyszer a kérdés. Miért hoztad létre ezt, és mi vezetett oda, és nyilvánvalóan ez egy felső irányítás is. Egy küldetésed is van ebben. Ugye fura ez az egész abból a szempontból, hogy eléggé megosztom a hallgató társadalmat, akik ugye a spirituális területen, szellemi területen ugye hallgatóságként működnek, eléggé megosztom őket, mert ugye vannak, akik nagyon szeretnek, vannak, akik meg nagyon utálnak. Igen. Tényleg. De egyek vagyunk. Megint egyek vagyunk. Te is így vagy, nem? És lényeg az, hogy ugye miért vagyok megosztó? Hát én szerintem, hogyha te is, nálad is van az, hogy megosztod, és vannak, akik szeretnek, vannak, akik nem. Nézd meg a az azért, mert ugye, mert azért vannak, mert irigykednek. Igen. Én ügynök is vagyok, te szientológus is vagy. Na most utána meg is cserélhetjük ezt a labdát. Csak kérdés, hogy mikor mi akarják, hogy legyél. Alapjában egyik se vagyok, csak ő erre még nem jött rá. Persze. Viszont én még nem fogom őt ezért hülyézni. Hát meg ugye az a helyzet, hogy nem is ismernek minket személyesen. Az mert viszont, hogy nem jön el. Így van, mert ismernének minket személyesen, akkor lehet, hogy megváltozna a vélemény. És mindenkinek üzenjük, hogy jöjjön el. Így oda is, meg ide is, és beszéljük át. És nézze meg, hogy mi azok vagyunk-e, akinek ő gondol minket. Ő csak gondolja, hogy igen. Mi milyenek vagyunk. Meg ha ránk néz, a szemében nézünk, vagy össze-vissza valahova. Keresjük a holdat benne a szobába. Igen. Mert a szemében nem bírok nézni, mert nem bírom állni igen. A tekintetét. Igen. 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 Szóval, és ezáltal ugye, hát egy olyan fajta szerepet töltünk be, akkor ezek szerint töltünk be, megosztja ugye az embereket, de mondom, azokat osztja csak meg, akik nem ismernek minket. Hát ha meg ők nem ismernek minket, akkor mi se ismerjük őket. Nem? És most ha nem ismerünk valakit, akkor nem ismerünk. Az nekünk nem baj. Hát ha nem ismerjük őket, ez nem baj. Főleg, hogy így akar beállítani. Hát persze, hát gondold végig, az egyáltalán nem baj. De jót keresem, nem hát nem erről van szó, hát erről van szó, így van. Így van. Lehet, hogy ha őnek ilyen a hozzáállás, akkor nem is akarjuk megismerni, nem? Igen, ami elfogadja Isten olyan. Hát így van, erről van szó. És én ezt őszintén ki is mondom ezeknél az embereknél, semmi gond nincs ezzel, lehet, hogy ezért sem vagyok. Tehát általában azok a nem szimpatikusak, akik őszinték. Nem tudom, ezt figyeltétek el az életben. Tehát minél őszintébb valaki, annál kevésbé szimpatikus az emberek számára. Hiszen egy olyan világban élünk, ahol
több a hazugság, mint az őszintesség. Hát nézd meg. Hát biztos... És nem csak a propaganda szintjén, hanem a családok szintjén is. A családok szintjén sem őszinték egymáshoz a hozzátartozók. Hát mi vagyunk mi már sátánisták, és mindig megkérdezem tőle, hogy rajzolt körbe ezt a fogalmat. Igen, mit jelent? Mi az, hogy sátánista? Rajzolt körbe a szektát, mert aki jár hozzánk, hogy csak kétszer volt. Volt-e olyan előírás, vagy nálam, hogy milyen rituáliba kell részt venni? Igen. Mivel, mi figyelj, az, lehet, hogy az óra gondolják, nem? Hát igen. Most erre elkezd... Hogy, hát ez egy szekta, ha ilyet csinálnak. Miklós, akkor elmondom neked, hogy 2 év ezelőtt a esztergomi bazilika kupolája alatt egy népes kis csapata elég szépen összejöttünk, sokan itt vagytok, akik voltatok ott, és kitaláltam azt, hogy nagyon szép éneket énekelt ott az egyik, aki velünk volt, egy hölgy, és mondom neki, hát ha már a kupola alatt állunk, meg kint van harang is, hát akkor azt a bizonyos kozmikus hangot hozzuk be. Na, nem a harangozót hoztam be, hanem nyomjuk le az ómot. Aha. Egy 5 ómot lenyomtunk, és kint meg megszólalt a 2 harang. Kint a domb kívülső terület. Hallottuk a harangot. És oda jött a templom szolga. Tudjátok, ott voltatok. És mit csinálnak maguk? Kik maguk? Mit csinálnak itt? Hát mondtam, a kozmikus hanga megszólalt az, amit maguk néha húzogatnak. Vagy a gép húz. De hát ezt nem lehet, mert a vezető mondta, hogy ki az, hogy azt nem engedélyezi. Nem engedélyezi, hogy az univerzum hangja megszólaljon abban a helységben, amiben megtiszteltett, és neki is, hogy lehet. És akkor elszaladt. Most azért mondom, hogy körülbelül a hit, meg a tudás, ott meg is mutatkozott a kupolába. Mindenkinek azt mondom, ha jársz valahol, mondjuk esztergomi domba, próbáljatok, főleg a többen, ómot, pont a kupol alatt ott van egy kör is, megszólaltatni. Meg fog szólalni, de készülj föl, hogy mindjárt jön a szolga, azonnal bajba van. Tehát kétségbeejtő. Tényleg így van, ez azért mondom, hogy azért, mivel voltunk már, tényleg van, nem normális, aki azt mondja, hogy a saját családtagjának, hogy azért sátánisták, meg mit tudom én, hát aztán jön a másik fél hülye történet, hogy az ügynökök. Hát na most ezekkel nem tudok mit kezdeni. Tehát én azt mondom, hogy aki mondja, azt is gyere el, ismerd meg, és akkor rá fogsz jönni, hogy egyik se. Csak kérdés, hogy megérted-e, hogy hova jöttél? És tudod, ez a legnagyobb baj, Miklós, hogy nagyon sokan járnak így, hogy az egyik fele ide jár, a másik fele meg sehova. Az a nézi a tévén a dolgokat, és azt hordja le, aki ide jár. És tudod, az abban van a legnagyobb gond, amikor hazamegy, és elmondaná, és nincs kinek. De ő, akinek nincs kinek, sokkal okosabb, az a sok ostobaság, amit teletoltam magát a médiába, hírekbe, meg mindenféle ostobaságba, és nem hallgatja meg azt, és akkor ebből van az, hogy egy mély hallgatás és egy mély kettéválás lesz. Hogy? Tehát semmiről nem kéne csinálni, fogja meg magát, és jöjjön el. Na most az a bizonyos sok okosság, ami benne van, egy olyan hely, és nem csak itt, elmegy hozzád, vagy meg hasonló helyekre. Mi pont tegnap voltunk lent Szegeden, és nagyon-nagyon örültem, hogy lementünk, és olyan hihetetlen jó érzés, hogy mindenki üdvözlött, meg megláttak minket, és köszönik a videókat, meg hogy ezt képviseljük. És egy olyan közösségben ugyanígy egy család, egy pár vállalta, hogy kezdeményeznek ugyanilyen kis szellemi műhely kialakítását, és ebből kérték, hogy vegyünk részt, mint előadók, és mindenhova elmegyünk, ahova hívnak, mert ez a jövője annak, hogy összehozni az embereket. És ott lehet úgy beszélgetni, soha nem egymással nem látott emberekkel, hogy kiderül, hogy ott vele, biztos, hogy régen ismeritek egymást, mert mitől szimpatizálsz, hogy meglát? Nem, mert az azonos bevonzotta. Na, de biztos, hogy ez nagyon, ez ahogy mondtad is, hogy nem baj, ha minket levonnak. Nem, abból erősödünk. Csak nekem az a bajom, hogy amíg én ebbe erősödik, ő hol lesz? Így van. Mert ez az igazi lecke, hogy a sok szidás között, igen, meg a kritika között, igen, lehet, hogy erősödök, sőt, hát itt mondom mindenkinek, akit megszólal és bírálnak, hogy nem kell abba belebolondulni, mert ott van, amit leír, benne van ő. És minden írásban ott van, amilyen ő. És pont abba köt bele, amihez sohasem ér oda. Mert ha ott tartana,
akkor vagy nem írna, vagy megírna olyan dolgot, amivel már, már szégyelni. Vagy ő maga törli. Én ezért nem törlöm, mert minek töröljem. Ez mindig ott marad mementónak, hogy ő itt tart. Az érdekes, hogy egy hét múlva, pár nap múlva, mind törli. És akkor odaírja nekem, hogy én töröltem, és azt sem láttam, hogy ott volt. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy, hogy ugyanaz, aki föladja ezt, hogy rágalmaz, meg lehord mindennek, ugyanaz a kéz el is törli, és utána ír egy másikat, hogy, hogy milyen ennyi. Nem tudsz ezzel mit kezdeni. Mindenkinek azt kívánom, hogy járjatok olyan helyekre, ahol, és nagyon jó, hogy említetted, hogy ahol emel, meg ahol örömmel vagy, ahol szeretettel vagy. Miért van az, hogy gondolod el, mi megöleljük egymást? Két éve? Sőt, nem, már a Pirisbe is. Mi megöleljük egymást. Ha ezren voltunk, ezer emberre. Ha 50, akkor 50-nel. Nem számított, hogy honnan jött, és hogy most látom először. Mert az ölelés az, amiben van egy előlegezett elfogadás és öröm és bizalom. Tudod, én a kézfogással óvatos vagyok, nem véletlenül, hogy a protokollban inkább az van, csak az nekem elég római stílus, jó, megfogom a kezdet, a másik a jó hátba szólnak, kész. Na, ezt már nem mondták el a másik fél. Római jó szokás ez. Kezdet fogta itt, és akkor a másikon megszúrta. Most az ölelés az egy teljes átadása annak, hogy bizalmat adok, és te is bizalmat adsz, tehát fogadok. Na most ennek egy emelt szintű változata a magyar múltunkban, a Hudor Maggor, meg a háttársak. Na, az már komoly bizalom. Hátat is mersz-e fordítani neki? Mert még amíg szembedbe áll, addig nem. De hát hány emberrel még szemből is arrébb mész? Hát érezni a belőle azt a... Nem is tudom milyen. Tapasztalsz ilyet? Persze, vannak ilyenek. Nehéz dolog. De hozzá lehet szokni, de több ebből is lehet tanulni. Hát hála Istennek ugye nem szoktak, gondolom nálatok is így van ez, hogy nem szoktak megjelenni olyan személyek. Gyűlöködök? Hát persze, így. Nem szoktak. Hát olyan tehát van, írásban aki... ott próbálkozni. Igen, hát van olyan, aki próbál bomlasztani, van olyan, figyelj. Van olyan, meg van olyan, aki inkább csak szemlézi, és akkor elvigyem ide-oda, tudod, főleg ilyen utcai forradalmárok, azok, most már azoknak a korral lassan lecseng, de majd rájön, nem azért cseng le, mert ő, aki szervezi, annak van kedve abba hagyni, hanem azért, aki kiállt, rájött abba, hogy hülyeség. Mert nem az utcán zajlik, hanem benned. Persze. Ami benned eldől és tiszta, az az utcán sose tud megvalósulni, ott valósul meg, hogy te jó helyen vagy, és akkor viszont össze fogsz találkozni. Azt az időt, amit az utcán töltesz, töltsd egy olyan körbe, amelyik sokkal többet ad, mint az utcának a csődülete, ahol ordibáló emberek, utána van egy idő, eddig lettél ott, ettől eddig kaptál engedélyt, és menj haza. És mondd el utána, mi történt. Néhány fotó, és aki kiszervezi, az közben lájkokat kér, te meg maradsz, ahol vagy. Hát ez a nagy baj. Miklós, köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm itt voltál közöttünk, és eljutunk hozzád, jó? És fogad szeretetünket továbbra is, és jó munkát, jó egészséget. Köszönöm, neked is, meg a csapatodnak is, jó? Köszönöm.